A várostól délnyugatra a Duna és a Szeremlei Dunakért folytatódó Sugovica szigetet alkot. Ezen a szigeten minden gemenci jellegzetesség megtalálható. A múlt század szakembereinek napjainkra kissé körülményes műszaki leírásaiban már olvashatunk a meder szabályozás kezdeti beavatkozásairól. A Duna meder vonala ezen a szakaszon lassúdozva, kanyargóssá válik, könnyen épít és rombol egyszerre. Másút ezt olvashatjuk. A nagy görbülések által vágatnak, mely így a hajókázást megkönnyebbíteti. Később, az 1900-as évek elején arról értesülhetünk, hogy a Dunameder alakjának egyenes folyást szereztetvén kőművekkel véglegesítik és rögzítik azt. Jelentősebb halastó ugyan nincs a szigeten, de az áradásokkal frissülő egykori anyagnyerőhelyek a bennük csapdába került hal állománnyal közkedveltek a horgászok körébe. A múltban az ártéren vegyesen történt legeltető állattenyésztés, gyümölcs- és növénytermesztés, halászat és erdőgazdálkodás. A Pandúr-sziget többcélú hasznosításában szerencsére napjainkban is érvényesülni látszik ez a szemlélet. A sziget egykori múltjára ma már csak régies elnevezések emlékeztetnek. Reméljük, hogy a hókony, a kopolya, a görönd ízes szavai továbbra is erőt fognak adni a környezeti értékek megőrzéséhez.